mondjuk az Indráról, az egy nappalja, az fél év nálunk, és egy éjszakája másik fél év. Ugye van a világos fél év, amikor a növekszik a nappaloknak a száma, és csökken az éjszakáknak a száma, az a félisteneknek a nappalja. És az éjszakája a félisteneknek, amikor csökkenne a nappaloknak a hosszúsága, és növekszik az éjszakáknak a hosszúsága. Most lesz pont, ugye, igen, úgy van, hogy március 21, ugye ez a tavaszi napi egyenlőség, és most lesz majd az őszi napi egyenlőség. És úgy van, hogy decemberben, ugye akkor van a napforduló. December 22 karácsony előtt van a téli napforduló. És az azt jelenti, hogy akkor kezdenek nőni a nappalok. Az azt jelenti, hogy akkor van a félisteneknek akkor van a hajnalja, és amikor van a nyári napforduló, amikor elkezdenek az éjszakák növekedni, és a nappalok csökkenni, az júniusban van, akkor kezdődik az éjszakája. És minden olyan áldozatot, amit a félisteneknek mutatnak be, akkor a félisteneknek a nappalába kell bemutatniuk. Mert hogyha éjszaka van bemutatva, akkor az az áldozat gyakorlatilag haszontalan. Ügyfélfogadási időn kívül valaki megy, akkor nem fog semmi történni. És hogyha nézitek ezeket a hatalmas kő emlékműveket, például Stonehenge, vagy én voltam Írországban még egy pár évvel ezelőtt, és ott van egy hely, Newgrange-nek hívják. És ez a Newgrange nevű hely, az gyakorlatilag egy hatalmas nagy óra. És a napnak a mozgása alapján, akkor ki tudták számolni, hogy mikor van a téli napforduló, mikor van a nyári napforduló, és hogyan mennek ezek a dolgok. És ez azért fontos, mert ugye ők imádták a félisteneket, és nem mindegy, hogy mikor mutatják be az áldozatokat, mert amikor nekünk ott magyarázta a vendégvezető, hogy akkor miért csinálták ezt, akkor azt mondták, hogy gyakorlatilag ezt arra használták az emberek, hogy tudják, hogy mikor kell elvetni a termést, hogy akkor pontosan tudják. Mert gyakorlatilag olyan volt a kialakítása, hogy napra pontosan lehetett tudni, hogy melyik nap van a napmozgás alapján. Mert a nap is nagyon szisztematikusan van az égen. De igazából ez nekik arra azért kellett, hogy az áldozataikat pontosan tudják bemutatni. Mert imádták a félisteneket. Tehát, hogyha ez a kelta kultúrában volt, és gyakorlatilag minden ősi kultúrában imádták a félisteneket azért, hogy az életük az gördülékenyebb legyen anyagi szempontból. Mindenben, a görög kultúrában, a római kultúrában. De ahogy ez a személytelenség erősödik, akkor gyakorlatilag ugye eltűnnek a félisteneknek a személyisége, a félistenek már nincsenek, még lehet, hogy van a legfelsőbb személy, és akkor van neki legalább van személyisége, de ugye már akkor a legfelsőbb személynek sincs személyisége, nem létezik Isten, megvan hozzá a filozófia, Darwin megalkotta a filozófiát, nem kell Isten se, csak az ember van legfelül, és én azt csinálok, amit akarok. De ez gyakorlatilag egy nagyon komoly zsákutca, mert akkor egyre kevesebb és kevesebb és kevesebb szolgáltatás van. Tehát, hogy amikor valaki egyre több személyt figyelmen kívül hagy, akkor egyre kevesebb szolgáltatást tud kapni még az anyagi világban is. És amikor valaki egyre több személyiséggel tud viszonozni, az azt jelenti, hogy tud megfelelően viselkedni, tiszteletteljes hódolatot ajánlani. Ugye, mert amikor én vagyok legfelül, akkor nem kell senkit tisztelnem. Vagy legalább úgy gondolom. De amikor valaki nem tudja azokat tisztelni, akik nála, nem tudom, mondjuk a családtagjait, vagy a munkatársait, vagy egy főnek nem tudja tisztelni a beosztottait,
akkor az a kapcsolat nem lesz megfelelő, akkor nem fog úgy menni a munka se. Volt egy, még nagyon régen, amikor volt egy ilyen vezetési tanácsadó, beszélt egy cégnek a vezetőivel, ugye nekem ez a szakmám, és akkor volt probléma a személyzettel. És akkor a vezetői tanácsadó nagyon egyszerű megoldást adott a vezetőségnek, és mondta, hogy figyeljetek, becsüljétek, tiszteljétek az alkalmazottaitokat, mert itt az egész probléma arról szól, hogy ti nagyon lenézitek az alkalmazottaitokat, és akkor nem úgy fognak viselkedni, és nem úgy fognak dolgozni. És akkor mondta neki, hogy tiszteljétek az alkalmazottaitokat, mert akkor nem fog működni. És azért vagytok ebbe a problémába. Tehát, hogy amikor valaki ezt próbálja kispórolni, akkor egyre több és több problémája lesz. Fölfelé és lefelé. És amikor valaki ezt megtanulja megfelelően használni, vagy megfelelően alkalmazni a tiszteletnek a kultúráját, akkor egyre több mindent tud megkapni anyagi szempontból és lelki szempontból egyaránt. Mert gyakorlatilag az emberi kapcsolatok, bármilyen fajta kapcsolat a tiszteleten alapszik. Hogyha valaki figyelmen kívül had egy másik személyét, akkor nem tud ahhoz a személyhez kapcsolódni. Legyen bár ez alacsonyabb rangú személy, magasabb rangú személy, félistenekről, a legfelsőbb személyről szól. És amikor valaki akar a legfelsőbb személyhez kapcsolódni, ugye itt látjuk, ahogy a félistenek a tiszteletteljes hódolatukat ajánlják a legfelsőbb személynek. Ugye amikor például jönnek be vendégek a templomszobánkba, és látják a baktákat, hogy tiszteletüket ajánlják, akkor ez nekük először olyan furcsa, hogy mi ez a dolog, miért kell itt hajbókolni, mi ez a dolog egyáltalán. Azért, mert már annyira kiveszett a tiszteletajánlás, hogy annyira kiveszőbe van, hogy nem is értik, hogy miért kell tiszteletet ajánlani. Ugye valaki bemegy egy keresztény templomba, akkor legalább letérdel, az egy ilyen félúton van a kettő között, akkor már nem teljes tiszteletajánlás, de még valami. Hogy valaki bejön, akkor legalább akkor így meghajtja a fejét, és akkor az is legalább valamilyen szempontból akkor ajánlja a tiszteleteit. De lehet látni embereken, hogy egyszerűen csak nem hajlandóak rá, hogy azért se. Ő itt nem fog leborulni, hát az milyen dolog ez. Tehát, hogy annyira olyan erős az ego. De amikor valaki képes erre a tisztelet ajánlásra, és ugye arról már beszéltünk korábban, hogy ennek is van egy rendszere, hogy akkor kinek milyen mértékben ajánljuk a tiszteletet, akkor kapcsolatba tud lenni a legfelsőbb személlyel, és minden más személlyel is ezen keresztül. Ugye azt többször említettem ezt a példát, hogy a Goszvámi két dolgot számoltak. Az egyik, hogy hány kör Hare Krishna mantrát énekeltek, és a másik, hogy hányszor ajánlották a tiszteletüket. És nem csak Krisnának, hanem a Vrindávannak a lakóinak, a különböző szent helyeknek, vagy az úrnak, a társainak, vagy gyakorlatilag ott az egyszerű embereknek is. Tehát, hogy ajánlották a tisztelet teljes hódolatukat. És amikor valaki ezt tudja csinálni, akkor, és nem csak külsődlegesen, hanem a tudatával, akkor tud egy egészséges kapcsolata lenni bármilyen személlyel. És akkor ezek a személyek megnyilvánulnak előtte. Mert a félistenek, ők nagyon kifinomult személyek, nemes személyek. És ugye ugyanúgy, ahogy a polgárok sem mennek be a gettóba, mert ott más a hangulat és más a biztonsági rendszer, ugyanúgy a félistenek se nem jönnek akkor, amikor valaki csak tiszteletlen, mert akkor az nem az a társaság, ahol ők akarnak mozogni. De a Srimad Bhagavatam leírja, hogy amikor korábban bemutatták az áldozatokat, még az általános emberek is mindenki tudta látni a félisteneket. Mindenki tudta látni, mert akkor volt ez a megfelelő tudat. Jó. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Van esetleg valakinek kérdése,
hozzáfűzése. Maci? Igen, tehát, hogy ugyanaz, hogyha valaki Visnut imádja, akkor elégedetté teszi a félisteneket. És ugyanúgy, mint amikor a fának a gyökerét öntözzük, akkor a víz eljut mindenhová. Ugyanúgy, amikor Visnut, Krisnát imádja valaki, akkor elégedetté teszi a félisteneket. És ugye, mi, amikor valaki imádja a legfelsőbb szemét, akkor nem kell külön imádni a félisteneket is, mert abban az imádatban benne van a félisteneknek az imádata is. De amikor valaki nem imádja az Úr Visnut, akkor legalább kéne imádni a félisteneket. Mert akkor legalább valamilyen imádatot bemutat. De amikor valaki nem imád semmit, senkit nem imád, akkor nagyon gyakorlatilag le van kapcsolva minden szolgáltatása, és lehet, hogy a múltbeli karmájáról még van valami. És sokszor kérdezik, miért van az, hogy a nyugati kultúrában ennyire jól mennek a dolgok, és van ilyen gazdagság. Ez mind a módnak a következménye, hogy azok a személyek, akik most nyugati kultúrában élnek, korábban az előző életeikben jábor életet éltek, és azért megkapják a gazdagságot, de most, mivel nem végzik helyesen az imádatokat, a következő életük az elég sanyarú lesz. Tehát, hogy most még az előző tetteknek a gyümölcseit aratják. És ez a parányi siker, ugye most itt 100 meg 200 évről beszélünk. Ez nagyon-nagyon minimális. És pont azért akartam megmutatni, hogy az Úr Brahmá szempontjából egy Kali Yuga 4 másodperc. Az Úr Visnunak az egy lélegzetvétele, akkor az egy teremtés. Tehát amikor valaki azt gondolja, hogy én csinálhatok azt, amit én akarok, mondjuk pár évtizedig, az Úr Brahmának az pár ezred másodperc. És amikor a visszahatás az a következő életben jön, az azt jelenti, hogy csak oké, valaki csinált valami rossz dolgot, akkor következő nap megkapja a visszahatást a félistenek szempontjából. És akkor valaki gondolja, hogy hát én csinálhatok, amit akarok, mert már csinálom egy éve, és nincs semmi következmény. Várjál, de a te időszámításod szerint. De a félisteneknél ez teljesen másképp működik. Ott is van, oké, ez ezt csinálta, oké, akkor következő nap adjuk neki ezt. De akkor itt eltelik egy pár évtized, és akkor utána kapja meg. Mert a félisteneknek más az időszámítása. És akkor valaki azt gondolja, és ez az illúzió, hogy hát én azt csinálok, amit akarok. Mert az én nézőpontomból így néz ki az idő. De a félistenek szempontjából másképp néz ki az idő. Jó, akkor következő nap megkapja. Vagy akkor van egy hét múlva megkapja. Mert a visszahatásoknak is van egy rendszere, hogy akkor oké, melyik után melyik következik. És amikor valaki, ugye tegnap erről beszéltünk, hogy az illúzió az igazából a nézőponton függ. Hogyha innen nézve, én azt csinálok, amit akarok. De hogyha félistenek szempontjából nézi valaki, akkor csak igazából be van osztva, oké, akkor ez mikor lesz megkapva, és akkor be van téve a akták közé, akkor jó, akkor ezt ekkor kapja meg. És akkor, amikor odaérnek, akkor pedig adják neki a visszahatást. De amikor valaki imádja Visnut, akkor gyakorlatilag elégedetté teszi az összes félistent is. És gyakorlatilag, amikor valaki megközelíti Krisnát, akkor Krisna is úgy viszonoz vele, ahogy valaki amilyen hangulatban megközelíti, amilyen formában megközelíti. Hogyha valaki Visnuként akarja imádni Krisnát, akkor számára Visnuként jelenik meg. De Visnunak az imádata az egy formális imádat. Tiszteleten és áhítaton alapszik, nincs az a bensőségesség, mint Krisnával. Tehát, hogy az egy más hangulatú imádat, transzcendentális imádat, és Visnu Krisnának az a formája, amikor belép az anyagi energiába, és intézi az anyagi energiának az ügyeit. Jó, más kérdés esetleg? Csak
hierarchikusan, akkor így megtörténik, vagy csak ez Istennel van ez a, az eset. Tehát, hogy magasabb rangú félisteneket imádva az alacsonyabb rangúak is. Tehát, hogyha valaki csak félisten imádatot végez, akkor ez ugyanúgy megtörténik, hogy az alacsonyabb rangúak ugyanúgy elégedettük, ki vannak elégítve. Vagy hogyha valaki félisten, valaki valamilyen félistent imád, akkor azzal csak egy bizonyos cél tud elérni, és az összes többiekre ugyanúgy törekvést kéne tennie. Igen, akkor részleges. Tehát, hogy akkor részleges. De ugyanúgy, amikor igen, valaki mondjuk imádja Indrát, akkor azok a félistenek, akik Indra alatt vannak, akkor az megvan, de akkor az csak egy része. És attól függ, amikor egyre följebb megy valaki, attól is függ, hogy valaki ki az, akit imád. De ugye, de annyira benne van az emberekben ez, hogy valakit imádnak, hogyha nem imádnak félisteneket, akkor most kiket imádnak? Most is imádnak valakiket. Celebeket, focistákat, vagy színészeket, vagy zenészeket, vagy bloggereket, vagy aki éppen. Mert ez természetesen ott van, hogy ez az imádatra való hajlam. Csak amikor valaki nem a megfelelő irányba irányítja, akkor nem ugyanaz lesz az eredménye. Nem ugyanazt fogja kapni. Igen, Bálint? Akkor a különböző pozíciójú félistenek lényegében akkor különböző életposztot élnek meg egymáshoz képest, tehát van másokat szabad ér, mint Indra például. Igen. Uh-huh. Ez hogy van? Tehát, hogy igen, a félistenek se ugyanolyan az élethossza. Például a Indra vezette félistenek, ők 71 manvantaráig élnek, az egy, az 71 csatúrjuga. Ugye van ez a négyes korszak, Kali, Dvapara, Tréta, Szatyajuga, ez 4.320.000 év, és a szvargán, a mennyekbe lakó félistenek 71 csatúrjugáig élnek. Ez azt jelenti, hogy 71-szer 4, az olyan 300 millió év körülbelül a mi időszámításunk szerint annyi ideig élnek. És akkor utána lecserélik a garnitúrát, és akkor jönnek a... Mert ezek pozíciók. Ugyanaz most volt a polgármester választás, és mennyi 4 évre választanak egy polgármestert. Ugye? 4 évre. 4 vagy 5? 4 évre választanak, és utána megint van polgármester választás. És ugyanúgy a félisteneknél is, csak ott 300 millió évenként kicsit hosszabb a mandátum, kicsit hosszabb ideig. De amikor lejár az az idő, akkor van egy részleges pusztulás az univerzumban, és akkor utána újra felépítik. De Brahma, Shiva, ők ugyanúgy maradnak a pozíciójukba, meg az ő a prajápatik, akik a félisteneknek a szülei, akkor ők maradnak a pozíciójukba. Tehát, hogy a Maharlóka vagy Janalóka, ugye Srila Prabhupada egyszer beszélt arról, hogy ugye Jézus Krisztus vagy Szűz Mária erről a prajápatiknak a bolygójáról jött. Tehát, hogy az a félistenek felett álló pozíció. És az a univerzum részleges pusztulás, akkor nem az a régió, a Maharlóka, a Janalóka, a Tapalóka és Brahmalóka az nem pusztul el. És akkor ott más az időség. Ugye van a Krishna könyvben is, amikor az Úr Brahma ellopta a tehénpásztor fiúkat, meg a borjakat. Akkor az ő ideje szerint egy pillanatig ment el, de akkor az itt egy év telt el gyakorlatilag, és az egy pillanat, az egy másodpercnek a töredéke volt, és akkor itt elment egy év. Tehát, hogy ez nagyon,
nagyon más az időszámítás, de és amikor egy félisten bemegy, mondjuk az Úr Brahma eljön a földre, akkor belép abba az időzónába, és akkor az szerint van. És amikor valaki elmegy, vannak ilyen történetek, hogy volt az egyik király, elment az Úr Brahmához, hogy kikérje az Úr Brahmának a véleményét, hogy kihez adja hozzá a lányát. Ugye Révatinak hívták a lányát. És de az Úr Brahmá éppen egy, azt hiszem, voltak táncosok, és egy táncot mutattak be az Úr Brahmának, és várnia kellett 20 percet. És akkor ugye ő akkor belépett az Úr Brahmának az idejébe, és akkor az szerint ment az idő. És amikor megkérdezte, oda vitték az Úr Brahmá elé, ugye, hogy nagyon jámbor király volt, hogy akkor el tudott menni az Úr Brahmához. És akkor az Úr Brahmá elkezdett nevetni. Mert mondta a király a különböző opciókat. Hogy mondod ezeket a királyokat, de itt 20 percet vártál nálam. Nem, hogy csak ők már rég meghaltak, hanem az egész dinasztiájuk kipusztult. Tehát, hogy már nem, a dinasztiájuk se létezik, mert 20 percet eltöltött az Úr Brahmánál. És akkor mondta neki, hogy most menjél vissza a földre, és ajánd fel a lányaidat az Úr Balarámnak. És akkor így lett Révati és Varuni az Úr Balarámnak a feleségei. Tehát, hogy van amikor innen mennek be abba az időségbe, és van, amikor onnan mennek be ebbe az időségbe. Ugyanúgy, amikor Arjuna elment Indrához, és eltöltött ott valamennyi időt, akkor itt a Földön akkor sokkal több idő eltelt. Nem is emlékszem, hogy Mahabharata, hogy pont mennyi időt töltött el, de ugye úgy van, hogy ott egy nap az egy év a Földön. Gyakorlatilag azt hiszem egy pár napot töltött ott, és akkor itt meg évek teltek el közben. És az ősatyáknál pedig úgy van, hogy az ősatyáknak a nappalja az, amikor telik a hold, és az ősatyáknak az éjszakája, amikor fogy a hold. Ugye, amikor valaki pitri áldozatot vagy pitri jagját akar bemutatni, akkor kell bemutatni, amikor telik a hold, és nem amikor fogy a hold, mert akkor vannak ébren az ősatyák. Tehát, hogy itt van egy rendszer az időszámításnak, és amikor valaki csak ezt figyelmen kívül hagyja, hogy azt gondolja, hogy ez nem létezik, akkor nem kapja meg azt a lehetőséget, és kimarad egy csomó dologból, és a másik szempontból pedig csinál olyan dolgokat, amit azt gondolja, hogy nincs következménye, mikor vannak. Csak egy idő, míg beérik a visszahatás, míg odaér hozzá. Ami a félistenek szempontjából gyors, az ő szempontjából azt gondolja, hát nincs visszahatás, mert még nem ért ide. Ez válasz volt Bálint a kérdésedre? Tehát, hogy a Srimad Bhágavatam az megadja a tudást mind a lelki szempontból, és gyakorlatilag bemutatja, hogy hogy működik az élet az anyagi világban. És jó ezekkel tisztában lenni. Valami más? Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, Grantarát, Simad Bhagavatam, Ki Jai, Srila Prabhupát, Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai.